az ADV Cash számla feltöltése Bitcoin segítségével. Sziasztok, Rózsa Gyula vagyok. Ebben a videóban az ADV Cash számlának a feltöltését mutatom meg Bitcoin segítségével, amihez a Coinbase a Bitcoin pénztárcámat hívom segítségül. Ezt is lépjünk be az ADV Cash számlára. Igen. Vegyük az e-mailt és a jelszót, ami nekem eleve alapján bent van. Be is léptünk a számlára. Én tegnap kipróbáltam már, és ahogy látszik, már sikerült feltöltenem bitcoinnal, tehát egy dollárt feltöltöttem, egy dollárra. Lépjünk be a Coinbase felületére is, amit a coinbase.com-on érhető el. Itt is beírja automatikusan az e-mail címemet és a jelszavamat. Rendben, megjegyeztetem a számítógéppel. Itt most kér egy kétlépcsős verifikációval igazolás, tehát hogy bárki ne tudjon belépni a Bitcoin pénztárcámra, ezért a Coinbase küldte a telefonszámomra egy kódot, egy 6 jegyű kódot, illetve 2, 4, 6, 7 jegyű kódot, amit én most ide beütök. Itt 2, 4, 8, 5, 2, 4. Ezt megjegyeztetem, ugye a következő 30 napban megjegyeztetem a számítógép, és nem fogja kérni tőlem. Természetesen, ha máshonnan lépek be, akkor ugyanúgy kérni fogja ezt a kódot. Tehát beléptem a felületre. A következő lépés az lesz, hogy feltöltjük az ADV Cash-t. Feltöltöm a dollár számlát, illetve deposit funds-ra kattintok. A kártya, amit akarok rendelni, az 5 dollárba kerül. Az a regisztrációtól számítva, tehát az ADV Cash-en regisztrálsz, és 7 napon belül megrendeled a kártyát, akkor 4,99 $-be fog kerülni, illetve 4,99 €-be, utána majdnem 15 euróba kerül a kártya. Én belül vagyok a 7 napon, és meg akarom rendelni ezt a kártyát, viszont ez így gyorsabb lesz bitcoinnal feltölteni, úgyhogy ugye van már benne 1 dollár, tegyük rá még, ha levonnak valami díjat esetleg, akkor én utalok rá mondjuk 6 dollárt még, és ehhez a bitcoint kérem segítségül, kikeresem a bitcoint, kattintok a depozitra, igen, ez itt most vissza, mert ez nem az volt, amit én akartam, tehát megkeresem a bitcoint, és deposit. Kicsit le van lassulva az internetem. Nem tudom miért, pedig most váltottam nagyobb csomagra. Az ilyen lassúságra nem számítottam. Értem. Nagyszerű. Jó, akkor nézzük meg még egyszer. Nem tudta betölteni. Lejárta az ideje. Oké. Ezen már most meg is van. Ugye látjátok, ennek a díja 0 bitcoin lesz, tehát ennek nem számol fel díjat. Ezt most leigazolom, hogy igen, én ezt akarom, és erre a számla számra. És ide kell utalnom, mint ahogy ott látszott is, mint ahogy itt látszik,
ennyi bitcoin kell utalnom, és erre a bitcoin a számlára. Két lehetőség van, vagy a telefonomon keresztül lépek be a Coinbase applikációval, és akkor ezzel a QR kóddal megcsinálom a befizetést, de én a másikat választom, hogy a Coinbase-ről fogok utalni bitcoint, így is van, kattintok a küldésre, ide kell beírnom azt a bitcoin címet, ahová szeretném elutalni az összeget, az pedig egyszerűen kimásolom ezt a címet, ez nagyon fontos, hogy pontos legyen, így, és egy Ctrl-C-vel, és ide egy Ctrl-V-vel ezt bemásolom. Meg is van. Kimásolom az összeget, ugyanúgy egy Ctrl-C-vel, ide pedig beütöm, bemásolom a Ctrl-V-vel ezt az összeget, így meg is van, is történt, így itt látszik, hogy a bitcoin pénztárcámra fogja ezt levonni, ahol van ennyi bitcoin, és ugye ebből ezt le tudja venni. Én megjegyzésként beírom ide, hogy tudjam, hogy hová ment el a pénz a Coinbase-ről, beírom ide, hogy ADV cash, és akkor ezt így tudni fogom, és elküldöm az összeget. Erről megint csak kapok egy SMS-t. Elküldöm az SMS-t, amit a telefon meg fog kapni, és miután beütöttem a kódot, meg is jött az SMS. 1211684. Leigazolom az utalást, és mint hogy látszik, el is küldte a megfelelő összeget erre a bitcoin címre, ami itt van az ADV cash-nél. Úgy látszik is. Ide fog jönni. Itt látszik is, hogy sikeres volt a transfer, viszont a bitcoin hálózaton belül 6 darab visszaigazolásnak össze kell, hogy jöjjön. Ugye ezt a tranzakciós számot le kell, hogy igazolja a bitcoin hálózat, és amint ez megtörtént, abban a pillanatban a számlámon lesz a pénz. Ez röviden ennyi. Igen, most elment valami, igen, jó, megvan. Tehát röviden ennyi, meg is történt az utalás. Rózsa Gyulát hallottátok, a Plusz Jövedelem Online Klub vezetőjét, röviden a pioclub.info weboldal tulajdonosát. Legyen csodálatos napotok, és amit megérkezett a számla az ADV-kesre a bitcoin, illetve az összeg, a következő lépésben megmutatom, hogy hogyan kell kártyát rendelni. Legyen csodálatos napotok, sziasztok!